Üdvözletem mindenkinek, szervusztok, sziasztok! Hát egy viszonylag szokatlan környezetből jelentkezem be hozzátok, és itt ülünk az autóba, Patrik éppen tankol, mert hogy éjszaka nagyon sok üzenetet kaptam, és ezeknek az üzeneteknek sajnos nem valami túl vidám dolog volt a tárgya, így hát indulok a rendőrségre feljelentést tenni. Na de hogy miért, vagy hogy miért gondoltam úgy, hogy névedés után rögtön a yardon kezdem? Ugyanis képzétek el, hogy ugyanamiről már korábbi videóban beszéltem, de most a szivárvány csapattól teljesen függetlenül mondom, hogy elértük azt, amit már azt gondolom, hogy a social médiás felületeknek nem hogy a legalja, tehát a legaljánál az alatti valami olyan tényleg olyan mocskos szaros gödre, amivel már nem hogy azonosulni nem tudok, de mindent megteszek annak érdekében, hogy ezeket a nullájára, tehát elpusztítsam, és éppen ezért megyek most be a rendőrségre, és felvettem a kerületi rendőrkapitánysággal kapcsolatot, és kérték, hogy mindenképpen fáradjak be. Nyilván kértek különböző screenshotokat, különböző képernyő felvételeket annak érdekében, hogy tudjam bizonyítani az álláspontomat, és megjelent, képzeljétek el az Instagramon, hogy nem, az egyik középső és értelmi fogyatékos posztolgatja az ő Insta sztoriában, hogy kövessétek ezt az oldalt. Na most ezen az oldalon 10-16 éves gyerekek verik egymást, ütik egymást, lányok tépik egymást, négyen aláznak meg egy embert, ugye ahogy ezt már szokták. És olyan gyomoridegen lett, hogy én tegnap este óta megint az van, hogy remegek, én ezt egyszerűen nem tudom elhinni, úgyhogy most a rendőrséggel összefogva mindent meg fogok tenni annak az érdekében. Nem csak azok az emberek, akik ezt az oldalt létrehozták, hanem azok az emberek is, akik ezt az oldalt, az oldal követésére buzdítanak, hogy ezeket az embereket előállítsák. Úgyhogy nyilván mindenről csináltam screenshotot, nem voltam rest, végig szaladtam a követőkön is egy ilyen videó felvétellel, meg akiket ez az oldal követ, meg akiket ez az oldal ajánl, hogy kövessenek, és akik ezt az oldalt ajánlják, hogy kövessenek, úgyhogy végig szaladtam, megnéztem, és hát nem leszek rest, nyilván ezt most átadni a rendőrségnek, nem névtelenül teszem, úgyhogy ha bárkinek bármi problémája van ezzel, akkor hajrá továbbra, és azt tudom mondani, kedves szülő, hogy te vagy ezért a felelős, te vagy ezért a felelős, mert nem vetted ki a gyereknek a kezéből a telefont, hagytad, hogy a lányaid egymás szanaszétverve, a fiaid egymás szanaszétverve, rúgva többen a másikat térdre kényszerítse, és ezt nézze az interneten, és ezt kövesse, és hagytad, hogy ezeknek a középsúlyos értelmi fogyatékosoknak több százezer követőjük legyen, és hagytad, hogy ezeket azt nézzék, ahogy az Insta story-ban füveznek, ahogy arra buzdítanak, hogy a drog, a pia, az energiaital, a stb. Az jó, ez mind a te felelősség. Hagytad, hogy te gyerekeid olyan emberekért rajongjanak, akik 200 ezer forintos MediaMarkt kupont ajánlanak fel, ha követed őket, és nem arról ugatnak például, hogy az, amit csinálnak az interneten, az mennyire veszélyes. Nem, 200 ezerért kövessé be. Na, te ha te hagytad, úgyhogy most megyek a rendőrségre, és mindegyiket egy az egyébe felnyomom egyesével, és innentől kezdve tényleg. Tehát azt gondolom, hogy úgy látszik, hogy az kevés, hogy én csinálok egy videót, megnézik 4-500 ezeren a két videót, úgy látszik ez kevés. Majd akkor a rendőrségen meglátjuk, hogy mit mondanak. Na jó van, induljunk is el! Na hát már úton is vagyunk pár perc és odaérünk, azért gyorsan még azt elmondanám nektek, hogy tulajdonképpen mi is a baj ezekkel az oldalakkal, a morális és az etikai részén kívül, mert remélem, hogy azt már azért, aki az én csatornámat követi, és nem ezeknek a félkegyelműeknek a social médiás felületein él, az azért tudja, hogy itt azért van baj bőszen. Tehát itt az oldalnak ez a írás-olvasás tudatlan primitív okádéka, nem tudok rá mit mondani, hát ez, tehát aki azt megosztja, hogy gyerekek hogy berekszenek, alázzák meg a másikat, és így szerez követőket, az mindennek az alja, tehát hogy az a baj, hogy fortyogok. Tehát, hogy azért ennek jogilag is van. Ő kiírt az oldalra, hogy jogilag nem az övé a felelősség, ó, de hogy is nem, és ezt most a rendőrségen a feljelentésben be is bizonyítom neked, hogy a tiéd a felelősség. És megnéztem a követőket, hát ezek gyerekek. És megint hol van a szülő? Hol van az? Sehol. Nincs. Hát kit érdekel? Persze, ott van fiam, nyom karácsonyra új iPhone. Hogyne, új iPhone-t kapsz karácsonyra. Nem probléma. Nyomkodjad, kövessed ezeket a barmokat. Nem probléma. Az a lényeg, hogy legalább addig veled nem kell foglalkozni. Na, úgyhogy a másik, meg te 16 évesen tényleg azt gondolod, hogy te ezért nem kaphatsz büntetést? Tehát azt gondolod, hogy 16 évesen a kis gírnyó testeddel öten körbeálltok egy másikat, megrugdossátok, megveritek,
És akkor ez így oké? Okay? Vagy hogy ebből nem lesz semmi? Elárulom neked, hogy ugyanúgy van fiatalkorúaknak a börtönet. Tehát a büntetés végrehajtásban ugyanúgy a fiatalkorúak is részt vesznek, mint a felnőttek. Ott van például tököl, ahol elárulom neked, hogy a kis 15 kilós véznatestedet ketté törik, mint a parfis nyeled. Tehát, hogy az van, hogy te itt emberkezd, de mondjuk egy olyat ütsz, hogy valaki elesik, járdaszegélybe beveri a fejét, meghal, te mész tökör, és a tökölön nem ilyen kis gizdák vannak, mint te, nem ilyen kis semmire kellők, ott olyan emberek vannak, akik szurkáltak, akik öltek, és akkor majd te bemész, és akkor majd te eldöntheted igazából, hogy hát nem tudom, a csicskájuk leszel, vagy a k***jájuk, mert azt mondják, hogy ez egy városi legenda, de k***vára nem az. Úgyhogy apukám, te aki ezekben a videókban részt vesz, és ti úgy gondoljátok, hogy ez a legmegfelelőbb megoldás arra, hogy a problémákat elintézzétek, ne gondoljátok, hogy ez büntetlenül marad. Te 14, 15, 16 évesen pontosan annyira elővehető vagy, ha erőszakos cselekményt követsz el, mint egy felnőtt. Nyilván más büntetést kapsz, és nyilván nem a felnőttekhez kerülsz, de ha belegondolsz abban, hogy ti gyerek létetekre ilyen abúzusokat, ilyen megtorlásokat, ilyen alázásokat csináltok az iskolában, akkor gondold el, hogy mondjuk mi megy tökölön. Tényleg oda akarsz kerülni? A másik meg te gyenge elmélyű, hát téged is megaláztak, és te ezt az oldalt osztogatod? Na mindegy, ekkora a fejem, nagyon kíváncsi leszek, tényleg be fogom olvasni nektek a jegyzőkönyvet, amit kapok a rendőrségről, a feljelentésről. Úgyhogy hajrá, ti pedig nincs más dolgotok, mint egyébként jelenteni ezeket az oldalakat. Jelentsétek az Instagramnak, jelentsétek, a leírásban megtaláljátok egyébként a telefontanúnak a számát, a telefontanún is be lehet jelenteni név nélkül. Tudom, hogy nagyon sokan tartotok attól, hogy ezek a mocskok belétek állnak, és az online felületeiteket kinyírják, úgyhogy én ezt leszarom, úgyhogy hajrá, csináljátok, jelentsétek őket. Ha azt látjátok, hogy szívja a spanglit a sztoriba, jelentsétek, küldjétek el nekem, én nekem belefér az időmben még a karantén alatt, de még utána is el fogok menni fölnyomni a rendőrségen. Valaki erőszakra buzdít, küldjétek, megyek, fölnyomom a rendőrségen, addig fogom csinálni, gyerekek, ameddig ezek az oldalak meg nem szűnnek, vagy ameddig ezeket az embereket binisbe nem viszik. Úgyhogy most fogyott el a türelmem, mert ha belegondolok abban, hogy nekem egyszer a gyerekem majd ilyen embereket, ilyen tartalmakat, ilyen oldalakat fog követni, egyszerűen nem térek napirendbe. Megpróbálok megnyugodni, mert nem akarom egybe lenyelni a rendőröket, úgyhogy hát hamarosan elmondom, hogy mit beszéltünk ott, és hát megmutatom nektek a jegyzőkönyvet is. Kb. Ez az egész egyébként egy órát vett igénybe, és annyira le a kalappal a rendőrség előtt. Tehát, hogy azt láttam, amikor bementem, akkor egy kicsit szkeptikusak voltak a dologgal kapcsolatban. Aztán, amikor megmutattam nekik a felvételeket, akkor elkezdtek komolyan venni, és azt mondták, hogy ez egyébként, amiket a felvételeken látunk, az garázdaság, ahol többen vannak, az csoportosan elkövetett garázdaság. Úgyhogy első körben felkeresik az oldalnak a létrehozóját. Nem lesz nehéz, azt gondolom, mivel nagyon furcsa, hogy ajánlgatja valaki, hogy akkor láthatsz ennél durvább videókat, ha XY-t beköveted. Na, ezekről mind készítettem screenshotot, ezeket mind elmondtam a rendőrségnek. Visszatértek az április 20-ai videómra, ugye, ahol először fölmerült ez a probléma, hogy interneten verekszünk és hívunk ki verekedni embereket, úgyhogy szépen sorjában végigvettünk mindent, ami miatt most így nagyon felszívtam magamat, és megtettem a feljelentést. Ti is tudtok feljelentést tenni, és mint megtudtam, ehhez egyáltalán nem kell befáradni egyébként a rendőrségre. Minden ilyen online abúzus és erőszakra buzdító videónak a megosztása, továbbosztása, közzététele is egyébként szabálysértésnek, bűncselekménynek minősül. Mint mondtam, lent a videó alatt megtalálhatjátok azt az ingyenes zöld számot, amit telefontanúnak hívnak. Névtelenül tehetsz bejelentéseket, viszont most arra szeretnélek titeket buzdítani, hogy minden olyan Instagram profil, ami erőszakra buzdít, ami azáltal szeret követőket, hogy másoknak a megaláztatását és másoknak a ellehetetlenítését helyezi előtérbe, azt kezdjünk el szépen jelenteni. És itt van például ez a magyar balhé oldal, nyilván őket följelentettem, egyébként itt van a jegyzőkönyv. Fel is olvasok belőle nektek egyébként, hogy szeretnétek, hogy mi az, amit elmondtam benne.
Ugye itt meséltem arra, hogy április 20-a körül kezdődött ez az egész ilyen nagy hajcihő, ahol ugye két ismert influencer kihívta egymást verekedni, majd ezt ugye videóra is vették, nem csak hogy videóra vették, hanem követés szerzés céljából ezt megosztották, továbbosztották, mai napig felelhetőek ezek a videók. Képzeljétek el, hogy a videókat egyébként ugye lementettem, és Viberen át kellett küldenem. Mennyire modern a rendőrség, hogy Viberen át tudtam küldeni nekik a videókat. Ugye ez nagyon-nagyon szimpatikus volt, hogy nyilván a videó készítőivel szemben, a videóban szereplőkkel szemben is majd bízom benne, hogy fel fog lépni a rendőrség. Na de tovább. Ugye mondtam, hogy az érintettek ezt a felvételt többször is megosztották, annak reményében, hogy minél többen kövessék őket, mert emiatt különféle cégek hirdetik majd belük a termékeiket, ez meg nekik bevételt hoz, ugye? Tehát arról beszélek, hogy az előző videót, az mindenhonnan, hogy az igazságot akarod, akkor kövess be, meg hogy valójában így történt, stb. És 10-20-30 ezer követővel simán tudtak számolni. Aztán május 11-én valaki létrehozta az Instagramon a Magyar Balhé profilt. Most ezen a profilon egyébként megjelenik naponta egy olyan rövid, kb. 1 perces videó, ami az alájuk írt kommentekből kiderült, hogy Magyarországon készültek és rajtuk olyan tartalmak vannak, ami fiatal korú személyeket fizikai és lelki abúzus, zárójelben erőszak éri. Egyébként ez az oldal sokkal durvabb tartalmakat is ígér, hogyha bekövetted azokat a bizonyos influencereket, azokat a véglényeket, ha bekövetted azokat az undorító véglényeket, akik ezt megosztják, és akik ezt hirdetik. Szóval, ja. Na mindegy, nyilván elmondtam mindenkinek a művész nevét, a felhasználó nevét, illetve elmondtam az általam ismert igazi neveket is, úgyhogy... Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy most már tényleg egy kicsit a farkukra lépünk ezeknek az embereknek. Továbbra is azt tudom mondani, hogy a te felelősséged, hogy mit néz a gyerek a neten. Továbbra is azt tudom mondani, hogy a te felelősséged az, hogy egyáltalán idáig eljut a dolog, hogy a gyerekek egymást ölik, verik az iskolában, és ezt videóra veszik, majd megosztják. És... abban biztosak lehettek, hogy ha kiderül, hogy ki hozta létre ezt az undorító oldalt, és hogyha kiderül, hogy ki áll e mögött, akkor én közzé fogom tenni nyilvánvalóan. És ideig is beleálltam, és ideig is ellene mentem, és szembe mentem ezeknek, és megpróbáltam tényleg ellehetetleníteni azokat az embereket, akik ezt a műfajt űzik. Na de innentől kezdve százszor jobban oda fogok figyelni, és nyugodtan küldjétek, mondom, nem leszek rá is bemenni a rendőrségre. Addig fogok feljelentéseket tenni, ameddig ezek a profilok el nem tűnnek az internetről. Úgyhogy innentől kezdve lehet spanglizni a sztorikba, innentől kezdve lehet verekedésre buzdítani a live-okba, lehet mocskolódni, innentől kezdve lehet fenyegetőzni, valótlant állítani. Higgyétek el, ott leszek, és abban a pillanatban, ahogy ez megtörténik, írom a kis e-mailemet, megyek a kis rendőrségre, mentem a képernyőfotókat, úgyhogy tessék csak, legyetek ti az én kis katonáim idézőjelbe, ti is screenshotoljatok, nyugodtan küldjétek nekem, és lépünk fel ez ellen. Mondjuk, igen, hogyha választanom kell, akkor mondjuk inkább valaki 200 000 forintos műszaki áruház utalványt áruljon, vagy adjon a gyerekeknek, hogy kövessék őket, mint sem, hogy olyan videókat, ahol egymást véresre verik. De egyik sem jobb, tehát az egyik az így próbálja befolyásolni, megtéveszteni a felhasználót, a másik pedig úgy. Hát ennyi, zsolóverek, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, osszátok, mert csak úgy lehet, hogy is mondjam nektek, csak úgy tudunk elérni valamit tényleg, hogyha minél több emberhez eljut, hogy az, ami megy az interneten, az jelenleg nem állja meg a helyét. Na jó van, legyetek jók, jövő héten újabb egy kanapén. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és ahogy van fejlemény a rendőrségi feljelentés ügyében, abban a pillanatban tájékoztatlak titeket. Sziasztok!